Megismerkedtünk már a blokkokkal, azok koncepciójával, most viszont egy picikét tovább haladunk, és megnézzük, hogy hogyan lehet dinamikus viselkedéssel felruházni a blokk rajzelemet. Hiszen a blokk az egy nagyon produktív rajzelem, sokat tud segíteni, de ha valamilyen dinamikus tulajdonsággal szeretnénk felruházni, ami azt jelenti, hogy futásidőben, úgymond rajzolás közben szeretnénk egyes méreteit, vagy a benne elhelyezett rajzelemek pozícióját megadni, akkor hagyományos módon szét kellene vetni, megrajzolni és újra blokkot készíteni. Beláthatjuk, hogy ez egy nem túl gyakorlatias, nem túl... Be lehet látni, hogy ez nem járható út nagyobb rajzok eseténél. Most tehát a dinamikus blokkok készítésével fogunk megismerkedni. Hozzunk létre egy kontúrfóliát, én ezt már megtettem. Ennek a színét átállítom világos zöldre, ezen fogok dolgozni, valamint hozzunk létre egy saffozást, amelynek a színe lehet ez a ciánkék. A példánk az nagyon egyszerű lesz, lesz egy lapunk, egy képzeletbeli lapunk, amelynek a szélessége 200, magassága 100 rajzi egység lesz, és ebben el fogunk helyezni egy kört. De előtte még majd be is fogjuk sraffozni, tehát itt egy tetszőleges helyen mondjuk legyen most a lapunk közepén, a téglalapunk közepén egy kör, ami körülbelül így nézzen ki. Ezután menjünk át a sraff fóliára, és szépen sraffozzuk be, megadjuk neki a területet, Enter. Elkészült. Hát ez egy kicsit erős szín, elnyomja a kontúrt, ezért más színt fogok neki beállítani, legyen mondjuk ez a világos szürke ebbe az esetben. Így mi? És már talán jobban látható. Még azt tehetjük meg, hogy a megjelenítési sorrendjét a saffnak beállítjuk, hogy legalulra kerüljön, és most már azért jobban látható. Ezt a rajzelemet szeretném én blokkosítani, ezért kijelölöm, és ha B parancssal létrehozom a blokk rajzelemet, aminek a neve az lesz, hogy lapka, nagyon egyszerűen, és megadok neki egy bázispontot, itt mondjuk középen legyen ez, és figyeljünk rá, hogy legyen bepipálva ebbe az esetben ez a bal alsó checkbox, hogy megnyitás blokkszerkesztőben, mert itt lehet majd dinamikus tulajdonságokkal felruházni ezt a rajzelemet. Oké, és már is itt vagyunk a dinamikus blokkszerkesztőben. Ami fontos, az itt van bal oldalt, ez a blokkszerkesztő paletta. Ki is fogom itt nagyítani. Nagyon egyszerű tulajdonképpen a logikája a dinamikus blokkoknak. Először is meg kell adnunk a dinamikus blokknak a paramétereit. Mik lehetnek a paraméterek? Ezek lehetnek pontok, amelyek ugye általában egy pozíciót jelölnek, és ezeket el lehet majd mozgatni. Lehet hosszúság, poláris, XY szélesség, elforgatás, és így tovább. Most megnézzük ebből a legegyszerűbbet, amellyel az egész koncepciót szépen be lehet mutatni, a pontot. Ez egy paraméter lesz, most meg kell mondani, hogy hol értelmezzük ezt a pont paramétert, legyen most a körünknek a közepe. Ide fogok klikkelni, középpont, és hely 1, azaz pozíció 1 lesz. A sárga felkiáltó jel az azt mutatja, hogy még nem rendeltünk műveletet a paraméterhez, azaz a paraméterthez egy műveletet kell rendelnünk, például egy mozgatás műveletet, ugye egy pontot arrébb tudunk tenni, akkor a kört fogjuk arrébb tenni a pont segítségével. Belemegyünk a műveletbe, válasszunk műveletet a paraméterhez, legyen ez most a mozgatás, azt mondja, hogy válasszunk paramétert, megvan, majd válasszunk objektumot, most fogjuk a pont paramétert összekapcsolni a kör rajzelemmel, és ezután bezárjuk egy Enterrel a folyamatot, és eltűnik a sárga felkiáltó jel, szépen össze van kapcsolva a pont paraméter a mozgatás művelettel, és az egész ugye egy körre van értelmezve. Jó.
Most még egyet csináljunk, egy hosszirányú, hogy át lehessen méretezni, nyújtani lehessen ezt a téglalapot, megadjuk a host, mint paramétert, az alsó részen, ugye olyan, mintha egy méretezés lenne, távolság, felkiált, hogy elmutatja, hogy mi nem rendeltünk hozzá műveletet, kiválasszuk a nyújtás műveletet, megadjuk a paramétert, megadjuk, hogy hol szeretnénk értelmezni a nyújtásnak, ugye a bázispontját, megadjuk, hogy milyen részeket szeretnénk átméretezni, úgymond nyújtani, majd végül magát a téglalapot, amelyen értelmezzük ezt, és egy enterrel befejezzük. Itt már ugye hozzá van rendelve, megtehetjük ezt a másik oldalon is, hogy nyújtás, paraméter, pont, kijelölés, és szépen az objektum, enter, eltűnt ott is a sárga felkiáltó jel, tehát mind a két oldalra értelmezve van. Azt még azért megmutatom érdekességként, hogy nem muszáj mind a két fogót megjelenítetni a modelltérbe, hogyha nem szeretnénk. Hogyha kijelöltük, jobb klik, majd menjünk a fogó megjelenítése menüpontra, és itt van az, hogy nulla, egy vagy kettő fogó látszódjon ennél a távolság paraméternél, ha egy, akkor csak ez látszik. De mi most tegyük ezt kettőre, és akkor mind a kettő fog látszódni. Tulajdonképpen készen van az első dinamikus blokkunk, és ha a blokkszerkesztőt bezárjuk, akkor meg fogja kérdezni, hogy mentjük-e el, természetesen, hiszen ezért dolgoztunk, és ha most kijelöljük a rajzunkat, akkor azt láthatjuk, hogy itt van. Ugye először is azt láthatjuk, hogy blokká vált, de nem akármilyen blokká, egy dinamikus blokká. Itt van a beillesztési pontunk, a bázispontunk. Ez ugyanúgy működik, mint a statikus blokkoknál. Itt van a pont paraméterünk, amely össze van kapcsolva a körrel, azaz szépen azért lehet tenni. Ígyni. Hát igen, a saffozás most nem változik vele. De még az egész egy blokkot alkot, és alul pedig a nyújtás távolság paraméter látható, ha beleklikkelünk, akkor át tudjuk méretezni ebbe az irányba, át tudjuk méretezni ebbe az irányba, és az egész mégiscsak egy blokkot alkot. Ha most a beillesztéssel előszedem, akkor itt van a lapka blokkunk, a villámjel mutatja, hogy ez egy dinamikus blokk, a beillesztést, ugye a beillesztési ponton keresztül a modelltérbe adom meg, most egy tetszőleges helyre leteszem, és szépen utána a pont paraméterrel tudok dolgozni, vagy a távolság paraméterrel. Egy dinamikus blokkot úgy lehet szerkeszteni, hogyha rámegyek, kijelölöm, és ugye ekkor dupla klikkel bejön ez a blokk definíció szerkesztő, majd oké, okay, és újra itt vagyok, ugye magába a blokkszerkesztőbe, innen ki lehet mondjuk törölni most ezt a saffozást, bezárjuk, elmentjük, és akkor már is ugye ez a saff objektum nem is látszik, szépen ugye átláthatóbb, áttekinthetőbbé vált a rajzunk. Tehát vegyük azt észre, hogy most már nem egy statikus blokkal foglalkoztunk, hanem egy dinamikus blokkal, amin belül ugye a körrajzelemet, és hát ugye a blokkon kívül is bárhova el lehet helyezni, és magát a téglalapot is tudjuk mind a két irányba módosítani. És az egész mégis egy blokk marad. Ez a dinamikus blokkok koncepciója, azt gondolom, hogy nagyon hasznos társunk lehet ez, amikor már kicsit jártasabbak vagyunk az AutoCAD világába.